Szerint a sok folytatódott a Büki Színházi sorozat. Horváth Gábor lett. Május 1-én versenyeztek. Gábor, gratulálunk, Kos. Hetedik majd alkalommal Pupiáros, rendeztek futónapot Tibor Bükön. Volt a során az időjárás. Sokan ma járosoztak Bükön. Egy Büki végzős pincér országos versenyen volt eredményes. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Egy érdekes előadást láthatott a Büki közönség május 2-án a Büki Művelődési Központ színház termében. Ionescu Haldoklik a király című tragikus bohózatának átdolgozását mutatta be a Ferrum Színházi Társulás két részben. Ez a műsor a világirodalom egyetlen olyan drámája, amely végig a haláltusáról szól, melyet Berengár király és udvartartása életén keresztül mutattak be. Ionescu román származású francia 20. századi drámaíró. Az ő drámája két műfordításban is megjelent itt Magyarországon. A király halódik és Haldoklik a király címekkel. Egyik kicsit líraibb, másik kicsit modernebb, és e kettőből készített egy előadást Török Gábor, így született meg a Király dráma című kétrészes, majdnem 3 órás előadás. Egyáltalán ebben a közel három órás drámában felvetődik az alapkérdés, hogy mi végre vagyunk itt a Földön, és olyan furcsa helyzetben, hogy tulajdonképpen nem a nézőket riasztani kívánjuk ezzel a mondattal, de a nagy király haldoklik, és az életének utolsó 2,5-3 órájában tulajdonképpen elszámol a környezetével, a világgal, és önmagának is felteszi ezt a kérdést, hogy mi is volt az értelme az ő itt létének. És kapunk rá választ? A küzdelemről magáról kapunk választ. Arra, hogy tulajdonképpen ez a nekigyűrkőzés a mindennapok taposó malmára még akkor is jellemző egy emberre, ha ő király. Egyébként ez a király lehetne bármelyikünk, soha itt nem arra kell gondolni feltétlenül, hogy valami nagy kosztümös ilyen Broadway produkciót látunk hozzátéve, hogy ez valamikor kiváló színészi szereposztásban még a Broadway-n is bemutatták. Az előadásban többször a tragikus szituációk komikussá váltak, de a tragikum folyamatosan végigkísérte a történetet. A műben érezhető volt a kilátástalanság, reménység, hatalmi mámor, emberség, párhuzam, viaskodás. Felvetődött a kérdés, hogy az elmúlásban megőrizhető-e a méltóság. A királynál nem üthető. Tudom, ő felsége, nem üthető. Ugye lehetséges, hogy gyakorol az állapot a doktor? Ő felsége állapotának, épp az a jellegzetessége, hogy nem változik. Hát igen, nincs remény. Nincs remény. A darab 6 szereplős és olyan friss, hogy Bükön volt a 3. előadás. A Ferrum Színházi Társulat a Forgószínpad programsorozat keretén belül mutathatta be előadását Bükön. A Forgószínpad ez úgy született, hogy voltak nekem is ötleteim, hogy szervezni szerettem volna egy csak amatőr csapatokat felvonultató rendezvénysorozatot. Közben a Tóth Tamás is szervezkedett profikkal, és hát ez csak találkozott az elképzelésünk. Úgyhogy ebből született meg ez a 8 előadásos rendezvény, amiben vannak hát az amatőr csoportokat, azt úgy értem, hogy azért az amatőrök is profi előadásokat hoznak, lásd ma este itt a királydráma. Vagy akár beszélhetnék a május 23-i előadásról, mikor a Csukárdi Sándor csapata Szó és kép színpad fog érkezni Molière a nők tragédiájával. És akkor a Tóth Tamás is hozzátette Dunai Tamást, Paja Beát, vagy éppen június közepén fog jönni a Latinovic Színház Budaörsről, ők a muzsika hangjával fognak érkezni. A programsorozatot pályázatok segítségével sikerült létrehozni. Látható lesz még május 23-án Szó és kép színpad előadásában Molière Nők tragédiája című darabja. Aztán jövünk mi június 6-án egy kamaradarabbal, aminek a címe Allotrópia. Ezt az egyik barátom írta Veszprémbe, az Alavári András, ő egy drámapedagógus. A Veszprémi Alig Színpad volt tagja. És innen az ismeretség, egyszer megkérdeztem tőle, András nem írná nekünk egy darabot? Ő írt. Na most ennek a bemutatója lesz június 6-án,
Azt azért már most előre mondom a közönségnek, hogy korhatárosra tettük. Tehát 16-os karika kint lesz, ami viszont nem azt jelenti, hogy 16 éven aluliak nem jöhetnek be a rendezvényre, hanem megtekintése nem ajánlott. Nem azért, mert hogy most abban trágár beszéd lesz, hanem maga a mondandója olyan, amit nem biztos, hogy egy 16 éven aluli megért, vagy felfog. Nika Róbert elmondása szerint a sok színpadtársulat mindig készül valamire. Vannak felkéréseik a nyárra, bárhová szívesen elmennek játszani, ahová hívják őket. Őszre egy új török rezső darabot készülnek bemutatni. Ez egy kicsit komolyabb hangvételű lesz, mint a Sötét huszár volt. A Böki Átrium Café tulajdonosa is szeretne egy közös programsorozatot a sok színpadtársulattal, egy interaktív felolvasó estet, amiben a közönség is be lenne vonva. De erről majd egy későbbi időpontban tájékoztatjuk az érdeklődőket. Az előző évekhez hasonlóan a Böki Horgász Egyesület horgászversenyt szervezett május 1-én. Gyermek és felnőtt kategóriában versenyeztek az Egyesület tagjai. Már korán reggelben épesült a Böki horgásztó környéke. Reggel 8 órától az Egyesület tagjai egy hagyományos horgászversenyen vehettek részt. A verseny 3 órán keresztül tartott. 11 órakor mindenkinek le kellett tenni a szereléket, és következett a mérlegelés. A zsűri 2 tagja körbejárta a versenyzőket és rögzítették az eredményt. Ennek alapján 2015-ben a legeredményesebb horgász Horváth Gábor lett. Gábor, gratulálunk a győzelemhez. Köszönöm szépen. De úgy nézem, hogy 2 serleg is van. Miért? Igen, hát egyik a házi versenyén jár, a másik pedig a vándor serleg. Ezt mindig az első helyzet viszi el egy évig. Volt ma olyan, hogy ön vitte el a serleget? Igen, ez a harmadik alkalom. Van egy ilyen kitétel, hogy 3 után a vándor serleg örökre az öné? Így van, így van. Tehát akkor gyakorlatilag megnyerte. Milyen eredményt tudott ma elérni? Hát 4 darab dévérkeszeg, 1 ponty, és az összsúly az 1,79 volt. Hogyan, miképp készült fel erre a mai versenyre? Hát igazándiból viszközt horgáztam, de aztán nem azt kívánta a dolog, tehát az összes halamot fenéken fogtam. Dévérre horgáztam, hát a pontja szerencse volt, mint minden horgásznak arra is szükség van. Tudom, hogy a horgászok nem szívesen árulják el, hogy mivel horgásztak, ön is ilyen, vagy azért lehet valamit tudni? Nem. Megmondom őszintén, hogy én pinkivel horgáztam, meg hát márka nevet nem mondok, egy keszeges anyaggal horgáztam ma. Milyen módon, mennyit szokott horgászni? Hát mondhatom, hogy heti szinten a 3 alkalmat biztos ilyen alkalmanként 8 órát, 6 órát. Tehát elég sokat évente. Láttuk, hogy nagyon profi a felszerelése. Kell most már ilyen profi felszerelés ahhoz, hogy valaki itt első legyen? Hát azt mondom, hogy igen, most már vannak azért a klubunkban olyan versenyzők, például a Kajtár Máté, aki országos elsőhez is tért el, csapatba, egyénibe is. Tehát megkívánja azért a dolog, hogy odafigyeljen az ember. Máshol is szokott horgászni? Igen, inkább maszektavakra járok, ugye azért azok népesek behalba. Tehát én inkább a szórakozás kedvéért horgászok. Ölbőt említeném meg Peresznyén van egy kis társaság, akikkel van egy ilyen kis klubtó. Azon szoktunk horgászni, versenyezni. Nagyjából ennyi lenne. Más versenyeken is ért már el eredményt? Igen, megyein, akkor itt is többek közt, nagyjából ennyi. Azért megyeire szoktam járni, igen. Most harmadszor is megnyerte ezt a versenyt, önni a vándorserleg, jövőre azért folytatja? Hogyne, mindenképp. Ezt nem lehet abba hagyni. Nem tűzött a nap, nem esett az eső, vagyis kitűnő volt az idő május 1-én délelőtt a családi futáshoz. Már a bemelegítésnél kiderült, hogy nagyon sok résztvevője lesz a 8. alkalommal megrendezett Böki futónapnak. A rendezvény érdekessége, hogy az egyévestől a nyugdíjasokig mindenkinek kínál lehetőséget a mozgásra, futásra. A családi futóversenyek különösen érdekesek, hiszen ilyennel ritkán találkozni. 10 féle futótávon 36 kategóriában hirdettek győzteseket a verseny során.
A legtöbb versenyszám a füves focipályán folyt, de a hosszabb távokon a futás a város utcáin folytatódott. A szervezőgárda a korábbi évek tapasztalataival felvértezve profi módon oldotta meg feladatát. Az eredményhirdetés előtt Vojtko Tibor köszöntötte a résztvevőket. És annak is örülök, hogy már 8. alkalommal 15-ötte ez a nap, hogy létjogosultsága van. Egyébként nem, mint a Soproni vízmű munkavállalója vagyok itt, hanem mint fiatalmi szerető. És mint olyan ember, aki örülökre azt látom, hogy sok felnőtt együtt külön család közösen sportolnak, és a szép időt a szabadban töltik. Nem is húznám tovább az időt, akkor átadnánk a díjakat azoknak, akik erre méltóak, illetve akik helyezést értek el. A 3-4 éves korosztályban a fiúknál első helyezett Varga Benedek, második Horváth Márk lett. Lányoknál első helyezett Gróf Zsana, második helyezett Kovács Panna, harmadik Kocsis Mira lett. Az 5-6 éves korosztályban a fiúknál első helyezett Horváth Szabados Máté, második Szaksz Bálint, harmadik Szanyi Bruno. Lányoknál Falusi Róza, Molnár Mira és Bodorkos Lili volt a sorrend. A 7-8 éves korosztálynál a fiúknál első helyezett Horváth Márk István, második Molnár Márk, harmadik helyezett Kocsis Ádám lett. A lányoknál Móroc Hanna, Varga Zsófia és Szabadkai Hanna volt a sorrend. A 9-10 éves korosztályban a fiúknál első helyezett Stefanics Mirko, második helyezett Kovács Ádám, harmadik helyezett Pup Donát lett. A lányoknál első helyezett Iker Natália, második helyezett Szabadkai Zsófia, harmadik helyezett Gulyás Adél. A 11-14 éves korosztályban a fiúknál győztes Németh Márk, második Iker Flórián, harmadik Horváth Alex. A lányoknál első helyezett Csuka Rebeka, második helyezett Hajas Martina, harmadik helyezett Hajas Evelin lett. A 15-18 éves korosztályban a fiúknál nyert Németh Gábor Kristóf, második lett Csonka Márton, harmadik Patocskai Dániel. A lányoknál első helyezett Pilisz Réka lett. A 18-35 év közötti korosztályban 600 méteren első Vojtko Máté, második Simon László Norbert. A nőknél ezen a távon első helyezett Keresztes Barbara, második helyezett Gróf Tiborné, harmadik helyezett Simonné Góbis Tünde. 2500 méteren első helyezett Vojtko Máté, második helyezett Varga Tamás. A nőknél első lett Szabó Eszter, második helyezett Kabai Ágnes. 5000 méteren a férfiaknál első helyezett Benke László, második helyezett Gosztom Csaba lett. A nőknél első helyezett Kabai Ágnes, második helyezett Szalai Mezei Andrea. A 35 év feletti korosztályban 600 méteren a férfiaknál első Benke László, második Stefanics Gábor, harmadik Vojtko Tibor. A nőknél nyert Vargáné Cingráber Bea, második helyezett Hodvognerné Hós Renáta. 2500 méteren a férfiaknál Csuka Ákos, majd Pup János, majd Vojtko Tibor volt a sorrend. A nőknél első helyezett Pilisznék Kulcsár Erzsébet. 5000 méteren ebben a korosztályban a férfiaknál első helyezett Csuka Ákos, második Csapó Balázs, harmadik Pup János. A nőknél első helyezett Kisné Radnai Gina, második helyezett Vargáné Cingráber Bea, harmadik helyezett Molnár Krisztina. A családi futás egy óvodáskorú gyermekkel kategóriában első helyezett lett Falusi Róza és Falusiné Helga, második Gici Lilien Gici Attila Csabával, harmadik helyezett Varga Benedek és Varga Patocsi Judit. A családi futás két alsó tagozatos gyerekkel kategóriában első helyezett lett Stefanics Mirko és Gábor, 5000 méteren a férfiaknál első helyezett Benke László, második Gosztom Csaba, a nőknél Kabai Ágnes és Szalai Mezei Andrea. A 35 év feletti korosztályban 600 méteren a férfiaknál első helyezett Benke László, második Stefanics Gábor, harmadik Vojtko Tibor. Nőknél első Vargáné Cingráber Bea, második helyezett Hodvognerné Hós Renáta. Gratulálunk minden versenyzőnek!
A május 1-i délutáni programoknak a sportpálya adott helyet. A sátorban gyermekműsorok, operettrészletek és táncbemutatók várták a kicsiket és nagyokat. A civil szervezetek bográcsos és tárcsás finomságokkal várták a bükieket. Nem kedvezett igazán az időjárás a majálisozóknak. Bár az eső nem esett, de nem volt nyári meleg, és senki sem lehetett biztos benne, hogy elkerüli a környéket egy zápor. Talán emiatt is indult kicsit álmosan a programsorozat. A büki civil szervezetek már kora délután elkészültek a főzéssel. A műszaki klub zuza pörköltett, a BTK két nagy kondér gulyást főzött. A szobakiadók flekkennel várták az éhes majálisozókat. A szabadtéri programok a pálya mellett voltak. Felsorolni is nehéz, hányféle régi fajátékot próbálhattak ki az érdeklődők. De volt ugrálóvár és ringispil is. Mindez ingyen. A gyerekeket először a Monomanon zenekar próbálta becsábítani a sátorba. Utánuk a csepregi mazsoretek, majd zumba és hastánc bemutató következett. Az Orfeum Vándorszínpad Húzza csak kivilágos pirkadatig címmel operett, chanson, musical műsorát főleg az idősebb közönség élvezte. Ez alatt a gyerekek már Viki néni kalózmókázására készültek. A legkisebbeket és a felnőtteket is sikerült megmozgatni, legalább egy kötélhúzás erejéig. Zsonglőr és Unique koncert zárta az idei majálist. A délutáni mazsoret, zumba és hastánc bemutatókat várhatóan két hét múlva nézhetik meg itt a Trio TV-ben, vagy a www.triotvdunantul.hu oldalon. A Böki Szakiskola egyik végzős pincértanulója az országos szakmai versenyen 5. helyezést ért el. A sikertitkáról az iskola igazgatóját és a végzős tanulót kérdeztük. Hogyan lesz valakiből, aki a Puskás Tivadar műszaki szakképző iskolába járt épületgépész szakra, Magyarország 5. legjobb pincértanulója? Nagyon könnyen. Nem kell más hozzá, mint kitartás, fegyelem és a szakma szeretete. Legalábbis Leocki László szerint. És milyen érzés a szakma 5. legjobb tanulójának lenni? Ezt kérdeztük Lacitól a verseny után két nappal. Hát igazából nagyon jó érzés, főleg az volt nagyon jó, hogy lement ez az egész. Tehát maga a társaság, maga a tanárok, mindenki nagyon, nagyon kedves volt, nagyon közvetlenül a segítőkész. Tényleg mondta is a zsűri, hogy nem nagyon talál erre példát, hogy a 6 versenyző most ott volt például, hogy ennyire jól el tudnak egymással beszélgetni ellenni. Viszont amikor koncentrálni kell, hát az, hogy lehetett volna jobb is, persze, mindig azt mondjuk utána az ember utólag, de igazából az, hogy ennyi ember közül 5. vagyok az országban, szerintem az ember. És tényleg nagyon hálás vagyok az iskolának és a felkészítő tanáraimnak, hogy erre a szintre eljutottak. Kiválóknak mondjuk el, hogy mi volt ez a verseny és milyen feladatok voltak? Hát ez egy szakma kiváló tanulója, pontosabban szakma Star Fesztivál, és hát ez a pincér szakma volt. Igazság szerint a nagy része már úgy igazából lement a versenynek az első két fordulóban, mert én azt gondolom, hogy igazából nem is a gyakorlati része az, ami nehezebb, hanem inkább az írásbeli, inkább a szóbeli, amit jobban fél az ember. Na most ugye a szóbeli ez itt átcsúszott a döntőre. Én is igazából jobban attól féltem. A gyakorlati állatunk probléma nem volt, az nagyon jól sikerült. Az elméleti részek is jól sikerültek. Igazság szerint ez állt egy menükártyakészítésből a gyakorlati. Aztán állt egy díszterítésből, állt egy felszolgálás elméletből, ez így első nap. Másnap díszasztalt kellett felkészítenünk, abból a díszasztalokat még nézték a látogatók, addig mi lezavartuk a két szóbelit. Ami történetesen némettel kezdődött, ott volt egy szövegfordítás párbeszéd, utána meg élelmiszer ismeret, és igazából ugye ezzel érzelődik. Tehát két nap alatt nem lett az egész. Most a gyakorlati résznél ott mit figyelt a zsűri, tehát magát a terítést figyelte, vagy esetleg volt az asztalnál szervírozás is, amit meg kellettetek csinálni? Igazából mindent figyeltek, ugye voltak segett tanárok is, tehát nem csak a zsűri, két zsűri volt, meg a zsűri elnök. Végignézték szerintem elejétől a végéig az egészet, ki hogy terít,
mit hova rak, hogyan rak, milyen sorrendbe rakja. Tehát, hogy konkrétan velő sem belement a dologba ez az egész. Én is láttam közben, hogy ki mit csinál, úgy nézegettem. Voltak hibái mindenkinek, persze hibátlan az, szerintem nincsen. Próbáltam maga biztosan tenni a dolgát, és azért láttam, hogy a zsűri az úgy pásztázza az asztalokat. Meg hát ugye nem csak a zsűri, hanem például voltak tanárok, segéddiákok álltak. Ugye kiküszöbölni azokat, hogy esetleg majd valaki valamit máshogy csinálja, mint ahogy kell. Meg gondolom, hát jól el kell még pár sőt készen azért, mert kell két ember, kevés hat ember jön, gondolom. De többen voltak, és szerintem így mindent konkrétan észrevettek, amit kellett. A díszasztal elkészítéséhez Laci nagyon sok segítséget kapott Németh András felkészítő tanártól, akinek az ötlete alapján olyan asztalt készített, ami látássérült vendégeknek készült. Könnyen átlátható teríték, Braille írással készült menükártya. Egyedi elgondolása tetszett a zsűrinek is. Már 4 éve nem jutott be tanuló az országos megmérettetésre, így Lacira méltán büszkék lehetünk. De én azt gondolom, hogy egy országos eredmény mindenkit büszkévé tehet. Mint ahogy többen tudják, nem az első az iskola történetében ez az eredmény, viszont az elmúlt időszakban 4 éve kikerültünk ebből az országos megmérettetésből, vagy más iskolák tanulói esetleg jobban, szerencsésebben teljesítettek. Azt gondolom, hogy mindig voltak olyan diákok, akik közel voltak ahhoz a határhoz, hogy az első 10-be bekerüljenek, azonban most nagyon szerencsés módon találkozott egy tehetséges tanuló tenni akarása a szakmai tudással. A hogyan továbbról is kérdeztük Lacit. Természetesen ő is tele van tervekkel, mint minden fiatal. Hát a vizsgákkal kapcsolatban én nem tudom, hogy mi merre, hogyan menni. Remélem, hogy mentesülök a vizsgatevékenységek alól, bár azzal sem lesz, majd gondolom, hogyha újra meg kell csinálnom. Utána hát igazából a gyakorlati helyem ugye mondtam, hogy maradhatnék, ha szeretnék, vagy szeretnék maradni, megkérdeztek. Azt mondtam rá, hogy igen, persze, tehát fogok tőle 5 percre, tökéletes. Igazából van még mit tanulni, van hova fejlődni, és hát ugye a teremfőnökön mestervizsgás, úgyhogy erre ott van lehetőség. Persze, hogy nem állom az élet, tovább kell képezni magunkat, vagy így, vagy úgy. De attól sem zárkozom el, ha esetleg a nyelvtudásomat olyan szintre tudnám vinni, hogy kifejlődnek, mert azért ott mégis jobb lehetőség tárulkozni talán elég. Kedves nézőink, közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb a jövő héten jelentkezünk. Műsorunkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantúl.hu honlapon. Keressenek minket Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!